Sziasztok! Az elmúlt két évben első videóim voltak a 2021-es és a 2022-es évet megjóslók. A hagyomány kicsit késve ugyan, de folytatom, és megint megpróbálom megjósolni, mi lesz idén a Teslával. Ezt a videót mindenképpen szerettem volna az első negyedéves beszámoló előtt elkészíteni, ami nem egyszerű. A legutóbbi élő videómat páran nem értettétek, de majd a következő hasonló élőben elmagyarázom. Vissza a 2023-as előrejelzős videóhoz a legjobb, hogy az előrejelzések 100%-a pontatlan. Ebben a videóban megint össze tudom hasonlítani, mit gondoltam a múlt évről, és bejötte. A két éves videómban megköszöntem ezreteknek a feliratkozást. Múlt év elején alulról súroltátok a hármezret. Most pedig több mint négy ezreteknek köszönöm, hogy feliratkoztatok. Kezdjük a gyárakkal. Az elmúlt két évi videóm a gyártással és kiszállítással kezdtem. 2010-ben félmillió autónál járt a Tesla, amit nem mellesleg Ilon még 2014-ben helyesen jósolt meg. 2021-re 936 ezer autót sikerült kiszállítani, 2022-re a csip hiányját 1,6 milliót vártam, ami a valóságban csak 1,3 millió lett. Látva Berlin és Texas gyorsulását, továbbá Shanghai bővülését, optimistán én 1,9 millió legyártott autót várok idénre. Berlin és Texas is tovább bővül Shanghai mellett. Továbbá remélem, hogy a nemrég bejelentett mexikói gyár mellé még évvége előtt bejelentenek legalább még egyet. Titkon remélem, amit a múlt évi videómban is mondtam, hogy idén három új gyárat jelenthetnek összesen be. Múlt év végére Berlintől és austin én 4-5 autót vártam hetente. Ezeket a rekordokat most, három hónappal később érik el. Az idei év végére szerintem meg lesz a heti 7-8 a német és a texasi gyár együttesen idén szerintem félmillió autót gyárthat le majd. Shanghai múlt évben elérte a 700 ezret, idén meg lesz a 900. Fremont eléggé maximum van, így maradnak a félmilliónál. Nevada-ban épül a szemád gyár, de idén szerintem nem lehet jelentős mennyiséget várni, erre mindjárt visszatérek. Mexikótól azt várom, hogy még az első fél évben leteszik az alapkövet, és már év végén állni fognak a falak. A gyártás szerintem jövő év tavaszán kezdik, és ahogy a befektetői összefoglalóban is mondtam, azt gondolom, csak ezután mutatják be az új generációs autójukat. Jöjjenek a modellek szerinti becslések. Múlt évre alábecsültem a Model Y-t, mert azt vártam, hogy félmilliót adnak el. Ehhez képest több mint 750 ezer kelt el. Idénre kicsit több mint 1 millió Model Y-t jóslok, ezzel szorosan a Toyota Corolla 1,1 milliós első helyét is megszorongathatja, kis szerencsével meg is előzheti. A Model 3-ból nagyjából fél millió készült múlt évben, idén 750 ezeret várok. A Model S és X is lassan beindulhat, múlt évben 75 ezer készült ezekből, idénre együttesen legalább 100 ezeret várnék. Múlt évben óvatosan pessimistán azt mondtam, hogy a szemály nagy mennyiségű és a Cybertruck kísérleti gyártása év elején kezdődhet. Ehhez képest a szemály kísérleti gyártása folyik még csak. Erre az évre óvatos optimistán 1000 Tesla kamiont várok. Pont a héten került elő egy-két videó a Cybertruckról, ahol jól látható a hátsó kerekek fordulása. Elon szerint van rá esély, hogy jobb legyen a fordulóköre, mint a Model Y-nél. Cybertruck kis mennyiségű gyártását szeptemberben kezdhetik. Erre az évre maximum 10 ezer darabot várok, de lehet ez is túl optimista, hiszen rengeteg új technológiát kell kitapasztaljanak. Ahogy korábban már többször is megemlítettem, idén szerintem nem láthatjuk majd az új kisebb modellt. Ugyanakkor jöhet az új Cybervan és vagy Cyberbus bemutató, hiszen ez nem oszbornozik el semmit továbbra is tartom, hogy előbb-utóbb kipróbálható lesz a SpaceX csomagos roster prototípus, amit a csúszások miatt egyébként nem várok 2025 előtt. Jól gondoltam, 2021-ben még láttunk meg a chargereket, viszont a V4-es Supercharger bemutató elmaradt 2022-ben. Idén már ugyan láthattuk, hogyan néznek ki, de remélem többet is megtudhatunk róluk hamarosan. Ha már V4, itt van a V4-es FSD hardware is, csak még ezt sem mutatták be hivatalosan. Szintén csak remélni tudom, hogy lesz egy hivatalos bemutatója ennek is. A Supercharger nyitás Európában tovább folytatódhat idén, de elkezdődött Amerikában is. Elképzelhető, hogy Ázsiára is átterjed ez, de szerintem erre még várni kell egy-két évet. Iron megemlítette 2020-ban, hogy 2021 a Solar Roof éve lesz. Nem lett. Sőt, 2022 sem lett az. Az autógyártás is egyéb problémák annyira lekötik figyelmüket, hogy ez éveket csúszhat. Remélem 2024, de reálisan inkább 2025 lehet a szolárúf éve. Viszont idén jöhet két új házas termékük is. Az egyik szerintem az új fali töltő, a másik a V3-as Powerwall. Továbbra is egyre több akkumulátor farm project jön majd tőlük, nem véletlenül kezdték el a megafaktorit Kaliforniában. Ilyen megafaktorikból még több jöhet idén, remélem bejelentenek egy-kettőt. Úgy tűnik a 4680 kicsit háttérbe szorul idén. Sokkal lassabban halad, mint bárki remélte, de úgy tűnik a 2170-nel és a 18650-esekkel megoldanak szinte mindent. Így ez csak egy plusz lesz, ha végre igazán beindul a mennyiségi gyártás. 2022 nem lett a Tesla biztosítás éve úgy igazán, ahogy reméltem, idén is csak lassan terjed majd szerintem. Az FSD ára tavaly nem emelkedett, idénre sem várok ilyesmit. Az önvezető szoftverben nagy ugrást hozott a V11, ugyanakkor az igazán nagy ugrásokat majd a Dojo felfutatása hozhatja el. Ettől is csak nagyon lassú fejlődést várok. Az autonómia hármas szintjét szerintem nem is célozzák. Tavaly még 2023-at jósoltam erre, de most azt mondom, inkább nem vállalják a jogi problémákat, illetve a csatározásokat a közlekedési hatósággal. Viszont Optimus egyre gyorsabban fejlődik. Egyre több beladatot lát majd el gyáraikban. Azt várom, hogy még idén elérik, hogy 100 Optimus robot fog gyáraikban dolgozni. Ráadásul ebbe a hatóságoknak sem lesz beleszólása. A nagyon lassan haladó projektjeik mindegyike óriási plusz potenciát jelent. Ha bármelyik bejön, főleg több is egyszerre, az nagyon jó lesz a cégnek. Az is pozitív ezekben, hogy ha a tesla csak lassan halad, a hagyományos értelemben vett konkurenciának szinte lehetetlen feladatok ezek. Angol szóval élve ezek jó mótok, vagyis várárkok lesznek a jövőben, amik őket védik majd. Az a jó a tesla hogy minden év, egyben a legizgalmasabb év is egyben, még egy jó ideig. Az autógyártás jó halad. Titokban szerintem a robotok sokkal gyorsabban terjednek, mint azt bárki gondolná közben lehetetlen feladatokat csak késővé tesznek. Köszönöm mindent Patreonos és Youtube támogatómnak is a támogatást, nélkületek nem lenne értelme ezen videókat elkészíteni. A hírekben látott videók linkjeit megtaláljátok a leírásban, az egyéb linkekkel együtt. Ha tetszett a videó és ti is szeretetek az innovációt, nyomjatok egy lájkot. Ha szeretnétek hasonló videókat látni, kövessetek és kapcsoljátok be az értesítést. Ha van valamilyen hozzáfűzni valótok, kommenteljetek!